Vendégünk Jennifer és Ádám. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. De előbb Dori elárulta, hogy ő mindkettő típusba tartozik. Én egyébként az vagyok, aki lejárja a lábát egy nyaraláson. Ti mire teszitek le a voksotokat? Hát igazából mindkettő, de inkább lejárjuk a lábunkat. Azt gondolom, az utánzása az elismerés legőszintébb formája, úgyhogy nem vagyok rást egyébként bloggereknek nézni a videóit, és onnan kigyűjteni a különböző helyszíneket. Én is ezt szoktam. Egy nap alatt körbejárjuk, és akkor az összes többi nap, meg így magunkra hagyatkozva így felfedezünk egy-két helyet. A legutóbbi nyaralásunkon egyébként hajnali 3-kor felébredtünk, nem tudtunk egyszerűen aludni, és hát így neki indultunk konkrétan így a városnak, ahol voltunk. Ez Velencében volt, igen. És mi történik? Áruljátok el nekem, nemrég én is jártam Velencébe, igaz, mondjuk nem keltem fel hajnali 3-kor. Te akkor feküdtél le, Dori. Én akkor feküdtem. De ti már tudjátok, hogy mi történik Velencében hajnali 3-kor? Mit láttatok egyáltalán? Semmit az végvilágon. Hát az árusok ugye hajnali 4-5 fele megindulnak, tehát jönnek ugye a csomagjaikkal, az árukkal, étel, ital, azokat behordják ugye kis csónakokon, hajókon a szigetre, és hát igazából azokat láttuk ugye befordulni. De tényleg az ég egyat a világon semmit, csak Velencének azt a részét, amit szerintem nagyon kevesen látnak, csak az ott dolgozók, ott élők, és ebbe egy kicsit belekóstolhattunk, és tényleg hatalmas élmény volt. Az ébredő város. Hogyan választjátok ki általában az úti célotokat? Hova szerettek utazni? Milyen jellegű helyekre? Itt van az a személy, aki mindig kiválasztja. Viszont, igen, Olaszországon nagyon szerelmesek vagyunk mindketten, és a nászutunkat is ott töltöttük, és tényleg most te is mondhatod, mert tényleg Jenny az, aki meg tervezi ezeket az utakat mindig. Hát igen, általában én ugye az első pontról az utolsóig így megszervezem, aztán nyilván hát soha nem úgy alakul a történet, ahogy így eltervezzük, de pont az Ádámnak ezt a spontaneitását imádom, amikor így fogja magát, autót bérel, és akkor még ide is menjünk, oda is menjünk át Caprira, szóval, hogy így igazából így tényleg így nagyon kiegészítjük egymást ezzel, hogy én tervezek, ő meg spontán, és akkor így a kettőnek az egyvelege az tökéletesen sikerül mindig. Az biztos, hogy akkor nagyon szeretitek Olaszországot, többször is voltatok, nászúton is ott voltatok, ahogy mondtad Ádám, de mégis Magyarországon belül melyek azok a helyek, ahova mondjuk visszajártok, vagy ahol mondjuk még nem jártatok ketten, de mindenképpen el szeretnétek jutni, van-e ilyen esetleg? Mi Sümegre szoktunk nagyon sokat járni, ott a Jennyvel is, meg családommal is sokat járunk, és visszatérő vendégei vagyunk így a várnak is, a hotelkapitánynak, szóval oda nagyon szeretünk járni, és itt Magyarországon belül igazából minden hely szerintünk csodálatos, és ahova megyünk, az a lényeg, hogy ketten legyünk, vagy a családdal, de ketten érezzük magunkat mindig a legfelszabadultabbnak. De itthon is spontán vagy, mondjuk, mint Olaszországban volt, hogy van olyan vasárnap, amikor azt mondod Jennynek, hogy Jenny, most beülünk a kocsiba és elmegyünk, nem tudom hova. Nem, ez egyébként érdekes, mert hogy általában inkább külföldön jön ez belőle elő. Itthon így követjük a kis hétköznapjainkat, meg a hétvégeinket, amik ugye egy terv szerint szoktak haladni, és ott így felszabadul külföldön, és akkor így belevág, így belecsap a lecsóba. Igen, mert annyira más világ, és ez egy olyan szabadságérzetet ad, hogy ott én is kimerem engedni a fantáziámat, és rábízom magam a természetre, Jennyre, és én is igazából szeretnék így adni kettőnek egy olyan élményt ezzel a szabadsággal, amit itthon talán máshogy élnénk meg. Külföldön tényleg egy olyan feelingje van a dolognak, hogy így a fantáziánkra bízzuk meg a telefonunkra, hogy most rábökünk egy helyszínre és oda menjünk, vagy meglátunk valami nagyon szép területet, és akkor oda vezetek. Tényleg külföldben ez a számunkra varázslatos, hogy így elmerjük engedni a gondolatainkat. Milyen gyerekkori nyaralós élményeitek vannak? Hogyan emlékeztek vissza arra az időszakra az életetekből? Sok étel volt nálatok, Ádám, hogyha jól tudjuk. Mindig. Dinnye! Dinnyeket nagyon, az szüleim nagyon szerették a dinnyet, de mi is természetesen. Viszont volt egy olyan nyaralásunk, nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen kis lakóautónk volt, és abba bepakoltunk 10-15 dinnyét, hogy minden napra jusson egy dinnye. Úgy gondolták a szüleim, hogy milyen jó lenne, hogyha itthonról vásárolnánk be, biztos, hogy pár forinttal olcsóbb. És akkor ezt meg is tettük. Reggelire, ebédre, vacsorára, nem tudom, hogy csak az egyetlen ilyen család. Mi is egyébként annak idején, amikor még gyerekek voltunk, és családostom, de mi is mindent kivittünk. Semmit szinte nem vettünk, ott csak a friss kenyeret Horvátországban, mert nagyon jó a pékáru, és akkor mindig azt megvettük frissen, de egyébként még minden mást itthonról vittünk. De neked vannak ilyen jó kis élményeid még a gyerekkorodból? Hát most igazából nem nagyon jut eszembe. Mi nem voltunk ezek a nyaralos típusú család egyébként. Én inkább már így felnőtt koromban kezdtem ennek így neki, meg hát van azért Ádámmal teljesen más, tehát ugye sokkal felszabadultabb vagyok, mint a családom előtt. Szeretem, imádom őket, de nyaralni nem biztos, hogy elmennék velük úgy több hétre. Mi a következő úti cél? Megvan-e már? Vagy álom úti cél akár?
Fú, Amerikába szeretnénk kimenni, mert Jennynek unokatestvére most ott kint él, és nagyon szeretnénk majd meglátogatni, de valójában ahova megyünk Jennyvel, ott valahogy mindig nagyon jól sikerülnek a dolgok, és mindig nagyon jól érezzük magunkat, és azt érzem, hogy egyre szerelmesebbek vagyunk akkor is, amikor ott vagyunk, és amikor hazajövünk, akkor még jobban. Olyan dolgokat ad nekünk egy nyaralás, amit tényleg most is, akár hogyha belegondolunk, tényleg ilyen hátborzongatóan élünk át jó értelemben, mert nagyon szeretjük egymást is, és nyaralni is nagyon szeretünk egymásra. Akkor még sok-sok közös élményt kívánunk nektek. Sok-sok nyaralást. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.